őket. 75 éves fennállásának jubileumát rendezvénysorozattal ünnepli idén a Bartók Béla Zeneiskola. A központi program november 26-án várta a zeneszerető hallgatóságot a Volt Növendékek koncertjével. Az ünnepi rendezvénysorozat csúcspontja volt a november 26-ai hangverseny a 75 éves fennállását ünneplő Bartók Béla Zeneiskolában. A Volt tanítványok koncertjén dr. Áldozó Tamás alpolgármester is köszöntötte a megjelenteket. Van egy olyan hangulata, amit csak azok tudnak érezni és azok tudnak átélni, akik ennek a közösségnek részese is, és én ebbe az intimitásba, ebbe a közegbe nem szeretnék betolakodni. De annyit azért mégis el kell mondanom, hogy kívülállóként is tudom, hogy mi a szerepe egy ilyen intézménynek egy város életében. A megyei versenyekkel, zenei beszélgetésekkel színesített rendezvénysorozat a jelenleg 300 növendékkel és 20 pedagógussal működő intézmény létjogosultságát is fémjelezte a fellépőknek és a hallgatóságnak egyaránt. Régen szerintem nem voltak mások az emberek, mint most. Én úgy érzem, a körülmények sem voltak sokkal jobbak, mint most, de azt gondolom, hogy komolyan vették ezeket a diákokat, akik ma itt voltak, és én azt szűrtem le, hogy nem mintha mi nem vennénk komolyan ezeket a diákokat, de tudatosítanunk kell, hogy ez igenis egy nagyon fontos dolog, és egy életre kiadhat bennük. Az intézmény hangversenytermében a zenei pályára készülő, vagy már művészként, tanárként tevékenykedő Volt növendékek adtak koncertet, mutatva az intézményben folyó munka eredményességét.